Joel Smith has been in the towing business. Joel Smithnek évek óta vontató vállalkozása van. Bátyjával együtt alapította a céget, amit még édesapjuk indított el 1945-ben. Joel hálás Istennek a hosszú sikeres évekért. Valószínűleg nem lennék itt, ha Isten nem állna mellettem. Joel és felesége Lisa hiszik, hogy ez annak az elhatározásnak köszönhető, amit friss házasokként hoztak meg évekkel ezelőtt. Történjék bármi, fizetni fogják a tizedet. Voltak idők, amikor úgy nézett ki, hogy nem tudunk tizedet fizetni, de először odaadja az ember, és aztán jön az áldás. Mindig megtapasztaltuk, hogy Isten betöltötte a szükségünket, soha nem hagyott cserben bennünket. Isten az ingadozó gazdasági helyzetben is fenntartotta vállalkozásukat, mert hűségesek voltak az adakozásban. Az üzleti életben nagyon sok dolog történhet, ezt mi is megtapasztaltuk, de nagyon áldottak vagyunk. Isten visszafizeti azt, amit másoknak adunk, akár szolgáltatásban, vagy árengedményben. Ahogy az üzlet növekedett, Smithék a tizeden felül különböző szolgálatokra is elkezdtek adakozni. 77-ben CBN partnerek lettek. Emlékszem, hogy fiatal anyukaként otthon voltam, be volt kapcsolva a tévé, épp Pat Robertson volt a 700-as klubban, és a velük való partneri kapcsolatról beszélt. Azóta is hűségesen adakoznak a CBN-nek. Szeretnék segíteni másoknak. Szeretnék részese lenni annak, hogy Jézust az egész világon hirdessék. Vontató cégük az évek alatt szépen kibővült. Néhány teherautóból 20 lett, 13 alkalmazottal. Amikor adunk valakinek, aki szükségben van, az ember már visszakapja, mielőtt a következő sarkon befordulna. Örök alapigazság, hogy azt aratjuk, amit vetünk. És ha adunk, akkor nekünk is adatik.